Még a Nyíregyháza elleni párharcban történtek miatt kirót, zárt kapus büntetés sem könnyítette meg a képen jobbról látható mávelőre dolgát az amúgy is jóval esélyesebb címvédő Vasas ellen. Az üres Vokcsarnokban talán ez nyomasztotta annyira a fehérváriakat, hogy az első játszmában szinte semmi ellenállásra nem voltak képesek, mindössze 9 pontra futotta erejükből. Hiába tért vissza az Extraliga legjobb pontszerzője Dvoracek a mávelőrébe, a folytatásban is csak szorosabbá sikerült tenni a meccset. A második játszmában is végigfutott az eredmény után a hazai csapat, a Vasas amerikai sztárja Bannister hatékonyságára nem volt igazi válasz, és amikor közelebb zárkózott Lukas Przybylak csapata, hatékony sáncaival is tudott pontokat szerezni a Vasas. A harmadik játszma volt a legszorosabb, mert 15-9-es fővárosi vezetésnél sem adta fel a MÁV, többször is fel tudott zárkózni. De végül ezt a szettet is behúzta a bajnoki címvédő, amely a mérkőzés folyamán egyszer sem volt hátrányban, és 3-0-ás győzelmével zárta le a párharc második fejezetét. Még egy meccset kell nyernie a szezonban eddig veretlen Vasasnak a döntőbe jutáshoz. Meglepetés lenne, ha ezt meg tudná akadályozni a sokat fejlődő, de ellenfelénél rutintalanabb fehérvári csapat. Mindegyik szett az elsőn kívül szoros volt, úgyhogy azért nem feltétlenül sima, viszont hogyha az eredmény nézzük 3-0, akkor mondhatjuk, hogy igen. Az előző meccsnél szerettük volna jobban megnyomni ezt a mait, úgyhogy az volt a cél, hogy igazán dominálni ma, és nagyrészt sikerült. Az elődöntő harmadik összecsapása vasárnap lesz a Vasas otthonában.